Amint látjátok, a kampányfőnök menet közben és szemetet eszik, ez nem lesz mindig így, mert ha politikus leszek, akkor jó kajákat fogok enni, és ülve fogom megenni. De most azért jövök a fizika órára, mert a gender studies is nagyon tetszett, de valahogy nem találtam elég tudományosnak, mert egy 16 tonnás súly, és mondjuk az leejted, akkor az leesik, tehát ez egy elég megfogható dolog, úgyhogy bizakodó vagyok, hogy ez hasznos lesz ez a kurzus. De milyen? Egy forgatócsoport érkezett. Mi a különbség a pata, vagy az összefüggés a pata és a fizika között? Semmi. Hogy... Zsari összevont két szót. A metafizikát, meg az epi-meta-ta-fizika. Ahogy van egy fenomén, meg van egy epifenomén. A fenomén mondjuk a villámlás, az epifenomén meg a mennydörgés, ami azt követi. Aha. Most akkor ő kitalálta ezt, mert hogy ha van egyszer metafizika, akkor nyilván azt is követi valami, és az a epi-metafizika, és akkor ezt összevonta egy hülye szóval, hogy patafizika. Értem, tehát ez azt jelenti, hogy meta-metafizika. Hát valami olyasmit, igen, de eléggé kretén összevonásnak. Kvázi megpróbáltam bemutatni Zsárit, mert ugyan semmit nem tudunk róla, vagy szinte semmit nem tudunk róla, de az übüt azt úgy, hogy valamelyest ismerjük. Imádta a tudományt, sőt, Zsárinak a szuperhím, a Le Surmal, jelen pillanatban itt is látható kétnyelvű kiadványa, az annak tulajdonképpen a vezetése az nem más, mint na, pillanat, kiírta az időgépet. Könyörgöm. Még lehet, hogy még meg se írtam. De akkor most még mindig nem mentem bele a patafizikába, az a baj? 1948. Kész. Zsárit most befejeztük. Illetve itt kezdődik Zsárit. Újra születése. Fogpiszkáló, bocsánat. A fogpiszkálót még nem is mondtam, pedig ezt mindig kihagyom a franc, ugye. Szóval Zsári, amikor haldoklott, akkor bevitték az irgalmas rendi kórházba. Mi lenne az utolsó kívánsága? És akkor nem Zsári lett volna, ha nem Zsári lett volna, mi az utolsó kívánság? Kérek egy fogpiszkálót. Volt egy Clement Deluxe szuper kerékpárja, ráadásul pisztolyt hordott magánál, abszintoztak azon a szinten. Ez úgy biciklizni. Mindegy sem. Próbáltad? Hát talán mind a kettőt próbáltam így külön-külön, de a kettőt egyet nem próbáltam meg. Miért kellett itt megjelenni? Hát azért, mert indulni akarok ezen az EP választáson, és a Gergő azt mondta, hogy lehet bennem fantáziát, csak nem vagyok elég okos. És hogy jöjjek el ezekre a népfőiskolás kurzusokra. De okos vagyok, de nem elég okos. Már most sokat tanultam például, hogy a sietség a tett halála. Ezt fogom tudni szerintem alkalmazni a politikában. Igen.